Minden reggel ritmika órával kezdődött a nap a bátaszéki keresztény zenei táborban. 2013 óta szervezik meg az egyhetes programot, aminek ezúttal Múrágy adott otthont. Mindenki, aki szeretne zenélni, tanulni, vagy valamilyen szinten már tud zenélni, az bekapcsolódhat ebbe a táborba, és itt együtt megtanulunk dalokat, és a tábor végezetével pénteken adunk egy nagy koncertet itt a faluba, és ez a tábornak a lényege. A korosztály elég nagy spektrumot ölel fel, 12 éves kortól 18, illetve van 21-22 éves diák is, illetve tanítónk is, tanárunk is van, aki segít a zenetanulásban. Ezek a korosztályok vannak. Üdős hangszerek, a dob, kahon, a fúvós hangszerek, trombita, fuvola, furuja, illetve kürt van. És egy klarinetisunk is van, aztán gitározni lehet tanulni, tehát gitárok vannak, akusztikus gitárok, elektromos gitár, basszus gitár, billentyűknél pedig zongora, orgona. Általában ezek a gyerekek, akik idejönnek és fúvós hangszerekkel játszanak, már járnak zeneiskolába, és azokat ugyanúgy kotta szerint tanítjuk, illetve van egy plusz, hogy megpróbálunk velük egy kicsit hallás után foglalkozni, mert nem minden kotta elérhető, ugye, hanem megpróbálunk az egyszerűbb dolgokat úgy fül alapján segíteni nekik, hogy tudják leszedni a dalról, vagy egy hanghordozóról. Aradi Lázár 3 éve játszik trombitán, második alkalommal járt a zenei táborban. Hát attól függ, hogy kezdő vagy-e vagy nem. Nem vagy kezdő, akkor igazából nem olyan nehéz megfújni. Itt jó a közösség, és tovább fejlesztettem a tudásomat. Hát eddig gyakoroltunk zenedarabokat, néhány fel is tanultunk, és játszottunk. Hefner Zsófia sem először csatlakozott az egyhetes programhoz. A fiatal lány azt mondja, a táborban ragadott először gitárt. Egy könnyű hangszer, és sokat lehet rajta játszani. Nagy terveim nincsenek, de így szórakozásnak most jó. Szeretek zenélni, és jó a társaság. Sok játék van, zenélünk, és hát együtt vagyunk. Egy, két, há, és egy, négy, a D-dur, az a háromszög, tudod, az lent, nem teljesen, nem? Hát azt már tudunk, kérem. Há, négy, utána C-dur jön, kettőig, egy, kettő. Egyszer egy ismerősöm azt mondta erre, és egy nagyon jó találó dolog volt, hogy a beszéd az olyan, mint a fekete-fehér film, a zene pedig mind a színes széles vásznú. Tehát én azt gondolom, hogy mind a képzeletet kitágítja, mind az ismeretet, tehát meg tudják osztani a figyelmüket, egy fejlesztő a zene ilyen szempontból, nem mellesleg pedig az ember lelkének is egy nagyon jó dolog, azt gondolom. És ami a legfontosabb, hogy Isten dicsérete, ami ugye a legelső szempontunk.